Rengetegen álltak sorba ma a nagy szünetben a gimnázium aulájában, hogy vásároljanak a diákok által vart maszkokból. Tegnap is megrohamoztak minket már, de nem számítottunk rá, hogy ma is ekkora örömmel fogadnak majd minket. A kezdeményezés új. A tanulók a közösségi szolgálat keretein belül varják a maszkokat. Egyelőre 4-en, de szívesen veszik, ha még több diák csatlakozik hozzájuk. A tanárnő látható maszkokat áruljuk, és még rengeteg más fajtát is. Buzdítanám rá a gimnázium tanulóit, hogy varjanak még maszkokat, mert nagyon bejön ez a kezdeményezés, úgy látszik. A begyűjt pénzből pedig a szekrény felújításra fogunk költeni, le fogjuk festeni a szekrényeket a gimnáziumban. A maszkvarrás tehát jó célt szolgál, ezért is vásárolnak a diákok és a tanárok is szívesen a szebbnél szebb maszkokból. Köszönjük! A visszajelzések alapján pedig mindenkinek nagyon tetszik az is, hogy vidám, színes anyagokból készülnek. Ez egyébként alapvető cél volt, mondta Szamosi Antónia, a maszkvarrás ötletgazdája. Egy kicsit vidámabban hagyják az emberek a maszkokat, és ne úgynevezett kényszernek vegyék ezt az egészet. Valamint következő projektünk, hogy majd egy gimis maszkot is megszervezzünk, és az iskola tanulói tervezik meg azt. Az majd egy pályázat lesz, hogy majd valaki, aki megnyeri, azt megvalósítjuk, hogy olyan maszkok készüljenek majd. Eddig mintegy 200 maszkot vartak a diákok, és már alig volt belőlük, néhány nap alatt mind elkelt, úgyhogy szükség van az utánpótlásra.